Nagyon jó kérdés, mert ez a te felelősséget megtanulni, különbséget tenni, melyik tudás hiteles, melyik nem. Ugyanúgy, hogyha akarsz venni egy márkás valami tárgyat, akkor sokszor megtanulsz, hogy melyik az igazi márkás, melyik a hamisítvány utángyártás, mert az utángyártásra rögtön ki lehet dobni. Ugyanúgy a tudások között vannak tudások, amik nem hitelesek, és vannak hitelesek. És minden hiteles tudás Istentől származik. Úgy mondják, hogy a pauruseja, ami nem ember által származik. É, például a vítikus írások azok nem ember által származnak, hanem Isten nyilvánította meg. Akkor ez hiteles. Mert ember halandó, ember hibázik, ember nem tökéletes, ameddig ő fog kitalálni tudást, az mindig hibákkal lesz tele. De Isten nem rendelkezik hibákkal, és az a tudás, ami ember tőle elsajátítja, vagy az ő képviselőtől, aki változás nélkül, úgy, ahogy van, átadja nekünk a tudást, az hiteles. Magyarul egy személy, aki képviseli hiteles tudást, ő fog tartozni egy lelki tanítómester, tanító láncolathoz, ami Istentől származik. Mert Isten átadta hiteles tudást az első képviselőnek, ő átadta a saját tanítványnak, az pedig a saját tanítványnak, és így egész mai napig négyféle lelki tanítőmester láncolat létezik, és hogyha mi tőlük fogadjunk el a tudást, az hiteles tudás.